akkor folytatjunk gyakorlatilag. Gyakorlatilag folytatjunk a múltkori témát, amit elkezdtünk, a Madhurya Kadambinit. Úgy nem lehet ezt nagyítani. És így. Oké. Madhurya Kadambinit folytatjunk, ami nagyon inspiráló lelki tudomány, és ami beszél arról, hogy hogyan lehet lépésről lépésre lelkileg fejlődni, úgy, hogy ténylegesen elérni eredményeket, lelki élményeket. Múltkor mi beszéltünk a sértésekről, beszéltünk mi a különbség a bűn és a sértés között, és az ember meg tud ijedni. Fú, hát ennyi veszély van, hogy a sértés követek el, akkor sokkal több problémám lehet, ami volt, akkor megijed az ember, és akkor én nem vagyok olyan ügyes, nem vagyok olyan nagy tudós, akkor most mi lesz velem? És akkor embernek elmehet a kedve. De nem kell, elmenjen a kedve, mert mindjárt próbálok itt egy kicsit meg. Így, aha, az jó. Biztató. Ah, nagyon jó. Elmegy, és ember elkezd félni, de nem kell, mert hogyha valaki tudatosan gyakorol a lelki életet, tanul, akkor elkerülök sértéseket, és akkor tud fejlődni. Mindjárt pont ma fogunk látni, hogy mennyire fontos tanulni a lelki útról, nem csak, hát csak csináljuk, majd jó lesz, mindjárt ezt fogunk majd látni. Srimad Bhagavatam pedig biztatja, hogy kell gyakorolni, nem kell félni, és akkor van a 14. ének, 29. fejezetben, 20. vers, amit pont beszél arról, hogy Krishna mondja, kedves Udavám, ez a lelki út, udadó szolgálat felém, én létrehoztam teljesen transzendentális és szabad minden anyagi érdektől, és bárki, aki erre az útra feláll, elkezd gyakorolni, követni, ez a bakta sose fog semmit elveszíteni. Ez az én, nem az, és nincs benne semmi kétség. Szóval a bakti legkönnyebb út. Szóval mi mindig, hogyha mi beszéltünk olyan dolgokról, mint sértések, mi mindig, és ma fogunk meglátni, hogy a bakti az tényleg legegyszerűbb és legkönnyebb út. Van veszély benne, igen, de sokkal kisebb veszély, mint a másikféle jóga utak, meg minden másféle utak. Ezért, mert például, hogyha valaki a karma utat választja, mint egy fejlődés, karma jógát, hát ott nagyon-nagyon bonyolult dolgok vannak. És ezt minden kell követni, és ez nagyon nehéz. Ott nem lehet, hogy valamit elkerülsz, ott mindent meg kell feleljen a karma úton, karma jogába. Minden más úton is. De baktiba csak egy dolgot kell kerülni, ez a sértéseket, aparátot. Csak ezt kell. A többi nem annyira veszélyes. De érdekes az is, hogyha valaki egy kicsit így összehasonlítja más szampradájakat, mi már beszéltünk más szampradájakról, nincsen semmilyen szampradájában olyan nagy hangsúly a sértésekre, mint a mi Gaudiya szampradájában.
akkor van ugye négy szampradája. És a mi szampradájában a legnagyobb a hangsúly van a sértésekre. És akkor lehet feltenni kérdés, miért annyira hangsúlyozva van nálunk? A többiekben van említve egy kicsit a sértések, de csak egy ilyen érintve van. Mit gondoljátok, hogy miért nekünk, mi nálunk ez egy ilyen fontos téma, egy tudomány, az egész tanulmányozunk, hogy mit jelent a sértések. Azért, mert többi szampradájának az eredménye, amit lehet elérni, ez a felszabadulás. Maximum vagy valami Aishvárya kapcsolat, Krishnával, Dasya. És ott belefér kisebb-nagyobb sértés, kisebb sértés belefér. De a mi szampradájának a célja Krishnával való legközelebbi kapcsolat. Közvetlen, teljes mértékben. És ahhoz, hogy annyira bensőséges kapcsolatban valaki lépjen bele, ahhoz kell ez a vegyítetlen szeretet. És a szeretet az mentes a sértésektől. Szóval ezért a mi szampradájában, mivel mi szampradája adja braja vagy vraja baktit, egy nagyon bensőséges szeretet kapcsolatot Krisnával, ezért ott nincs hely sértéseknek. Ezért mi ezt így tanulmányozunk. És ezt a lépcsőfokot, ahol most beszélünk, anarta nivritit, az nagyon jó megtanulni, meg kell tanulni. Mert minden jobban megtanuljuk, annál gyorsabban túlmegyünk. Annál tudatosabban fogunk válni, és jobban túlmegyünk ezen. És mondja Krishna, hogy Srimad Bhagavatamban lehet tovább olvasni, annyira ugrál itt ez nekem. Egyszerűen nem tudunk. Ez hogy kell? Így, aha. Igen. És a 11. énekben tovább, ott van tovább szó, hogy a bhakti az annyira egyszerű és könnyű, hogyha valaki agyat pumsam a vidusam, az azt jelenti, még hogyha valaki kevesebb tudással rendelkezik, kevesebb intelligenciával. Még akkor is, hogyha ő nem annyira intelligens, de elkezd gyakorolni a baktit, agya pumsa a vidusam, akkor is ezt az utat ő sikeresen fog járni. Mit jelent, hogy nem tudja a teljes mértékben? Hát nem tudja minden részletet, de egyet tudja, hogy vannak valamilyen a szabályok, itt mondja vidhibhavagatva nitán, vidyabhavagatvan hitán, ez azt jelenti, hogy ő lehet, hogy nem annyira intelligens, de tudja, hogy van valami, egy pár szabály, és azt érti, és ezeket követi, akkor is ő nagyon gyorsan, nagyon szépen tud haladni lelki gyakorlatban. És Krishna tovább biztatja Bhagavatamba erre az útra, mondja, o király, az, aki ezeket, amit most olvasom, ezeket idézi Visvanak Csakrártita Kór a Madhura Akadémiába. Ezeket a verseket, ami mindjárt róla fogunk beszélni. O király, az, aki szánja magát a odaadó szolgálatnak a legfelsőbb úr irányt, sose fog eltévedni ebben a világban.
Ő nem fog sose elakadni, belebotlani, még hogyha csukott szemmel is fog futni. Szóval itt ezt a verset azért idézi Visvanácsártam Csakrártitak úr, hogy baktiba lehet gyakorolni csukott szemmel is. Ez mit jelent? És azt magyarázza, hogy mit jelent csukott szemmel. Arról beszél Visvanácsártitak úr, hogy ha valaki nagyon lelkes, van a cél, és nagyon határozott, szóval gyorsan fut a cél irányt. Amikor mi futunk valahova, akkor egy pár részletet nem veszünk észre az úton, mert megyünk a cél irányt nagyon határozottan. Ugyanúgy a baktiba annyi sok minden szabály van amúgy, de hogyha valaki nagyon határozott, rendhitetetlen és fut, szóval nagyon jól gyakorol, és pár részletet kihagyja, még akkor is eléri az életet, nem fog elesni az úton. Akkor is. Szóval ez a fontos dolog, hogy megint a baktinak nem kell túl sok, hogyha valaki jól csinálja, akkor nem baj, hogyha nem tartja be minden rituálit, amit vannak. Ez mindjárt ezeket meg fogunk vizsgálni együtt. Szóval ezt próbálja most hangsúlyozni Visvanácsártitak úr, hogy próbálják megérteni, hogy hogy kell gyakorolni odaadó szolgálatot. Amikor mi beszélünk a baktiról, amikor beszélünk erről a csukott szemmel, akkor még egyszer, hogy mit jelent a csukott szemmel? A csukott szemmel ez nem jelenti, hogy nem kell ismerni szentírásokat. Csak megyek csukott szemmel Krisnához. De ez nem jelenti, hogy nem kell ismerni szentírásokat. Ez azt jelenti, hogy ő érti, és neki van tudása. Ön van megértése, van intelligenciája. Szóval ez azt jelenti csukott szemmel, hogy van szeme, csak csukott. Szóval van tudása. És mit jelent? Ez egyik az, hogy ő ismeri a Dharma sastrát és a Smriti sastrát. Szóval tudja, mi a kötelessége, mi a filozófia, ő ezeket tudja. Mert ami nagyon érdekes és nagyon fontos, amit most fogok mondani, ez az, hogyha ember vagy bakta nem ismeri sásztrát, és így gyakorol Krisna tudatot, akkor biztos sértéseket fog követni. Mert csak a sásztrából tud ember érteni, mi a sértés, mi nem sértés, hogy kell elkerülni, hogy kell viselkedni, hogy kell reagálni, mit kell csinálni. Szóval, hogyha valaki reggeltől estig csak megy, akkor sértés fog követni. Hogyha követi el sértés valaki, nehézségek biztos lesznek, és akkor nagyon, nagyon lassan fog haladni, és szenvedni fog. Jó esetben. Rosszabb esetben el fog hagyni a Krisna tudatot. Szóval ez egy nagyon fontos. Na, sokszor az van egy ilyen hangsúly, hát nekünk nem kell gyakorolni a lényeg. Mi a lényeg? A szentnév éneklése. Nagyon sokszor hallok ilyen filozófiát, nem kell lecke, inkább énekeljünk. Csak valamiért azok, akik ezt mondják, már nincsenek itt. Az azt jelenti, hogy az nem működik. Tudás nagyon-nagyon fontos. Ezért azok, akik értenek, akiknek van ez a megértés, akkor ők mentesek lesznek ez az aparáda vicsártól, vagy, bocsánat, akik nem értenek ezt, az nem mentesek az aparáda vicsártól. Ez azt jelenti, a vicsár, ez azt jelenti látni és érteni
mi történik, mit kell csinálni, mit nem, mi az a sértés, mi a nem sértés, vicsár, intelligenciával felfogás, helyes felfogás. Hogyha nincsen, akkor nincsen ez az aparáda vicsár, akkor és sértés követnek el. Ezért fontos, ez nem giána. Mert a giána, ez amikor most mi a tiszta, mi nem tiszta, Brahman, Bhagavan, és így tovább. Ez bhakti giána, ez amit mi tanuljunk. Ez a tudás, a abideja gián. Ez a tudás az útról, a gyakorlatról. És hogyha nem tudjunk az utat, akkor nem fogunk tudni jól fejlődni. Ezért, hogyha nem ismernek, akkor valamikor sajnos vannak olyan személyek, akik baktáknak magukat tartanak, és mivel nem ismernek a sásztrát, ezért a mentalitásuk sérteni baktákat, más baktákat, ez már az ő professzionalizmusa válik. Ez az ő szakmájuk. Mi ismertünk ilyen újságokat vissza Prabhupádhoz, hallottatok, ugye? Vannak olyan személyek, akik együtt találkoznak, és nem csinálnak mást, mint csak sértenek a más baktákat. Írnak kommenteket a YouTube-on, a Facebook-on, másik lelki tanítómesterekről, minden baktákról, és csak egyet csinálnak. Ez van magyarul, oroszul, mindenhol van, nem tudom, nem fogok mondani a nevet ezeknek a azoknak a szervezeteknek, mert egész szervezetük van, ahol csak sértenek. Azért, mert nulla megértés a sásztrából. Nincsen aparád vicsár. És akkor ez nem fejledés. Baktákat nem lehet sérteni. Szóval ez az egyik csukott szem, hogy mit jelent csukott szemmel menni lelki gyakorlatba. A második, hogy valaki, szóval valaki nem kell, valaki azt mondja, nekem lényeg, énekeljünk Hare Krishna, és nem kell semmit tudni, és kész. És akkor sértül ez biztos. A második, hogy hát mivel én adtam magamat Krishnának, majd kicsit sértegetek, majd ez minden elmúlik, majd úgyis mivel fontos dolgokat csinálom, akkor meg lesz bocsájtva, és akkor nem lesz probléma. Ezért nekem szabad dharmát megsérteni, mert én bakta vagyok. Szóval amikor valaki tudatosan elköveti valamilyen sértés, arra hivatkozva, hát én bakta vagyok, és a cél, nem tudom, magyarul is van ilyen, hogy minden, nem tudom, cele pravda vagy sredstva, знаете, по-английски, по-английски. Amikor bármit csinál, a cél érdekében bármit meg lehet csinálni, csak érjünk el a cél. Na, az. Itt van az igazi magyar Szlovákiában. Igen. Szóval ez is egy sértő mentalitás. Ez nem jó példa. Vagy van vers, híres vers Bhagavad Gita-ba, 9. fejezet, 30. vers, apicet sudaracharo, Krishna mondja. Akár apicet sudaracharo, még hogyha legrosszabb dolgot csinál valaki, akkor is szentnek kell látni. És akkor valaki gondolja, hát no, itt van rólam szó Krishna, bármit megcsinálom, akkor is. Miért? Mert bajatemam a nányabák, mert nagyon határozott, szemják véveszít az hiszá, nagyon határozottan gyakorolok, akkor, szóval amikor valaki ezt felhasználja, ez a szív gyengesége, máskor beszélünk erről, a szívnek a gyengeségéről, kutináté, amikor valaki már próbál saját érdekébe használni a baktaság helyzetét. Ezért nem
kedvező. És akkor ő azt mondja, hát én bakta vagyok, akkor miért nem, miért, hát minden rendben lesz. Akkor még egyszer, hogy Visvanácsárta Csakravartit, akkor ennek a könyv részének, a Madhurya Kadambininél, Kadambinin idézi a verseket Srimad Bhagavatamról, ahol mondja, hogy csukott szemmel tudjunk futni, hogy valaki fut, akkor is nem fog elesni, nem fog belebotlani, semmi kétség nincs ebben. És beszéltünk akkor, mit nem jelent a csukott szemmel, hogy akkor ez nem jelenti, hogy nem kell semmit tudnom, csak megyek, majd lesz valami, Hariból lelkes vagyok, csak Hare Krishnázok. Akkor nem ezt jelenti, hogy csukott szemmel gyakorolni Krishna tudatot, nem azt jelenti, hogy a csukott szemmel, hogy a cél szente, hogy mondtál? Cél szentesíti az eszköz, hogy akkor én bakta vagyok, meg lesz bocsájtva, mert a cél a szent. Akkor nem az, akkor mit jelent, hogy csukott szemmel futni Krishnához, gyakorolni Krishna tudatot? Én már mondtam, amikor mi futunk, akkor mi nem nézünk lábak alá. És, de az a kérdésem, még egy kicsit gondolkozunk ezen, hogy mit jelent, hogy mi a különbség, mikor valaki fut, vagy valamikor valaki gyalog megy. Valami van valami, amihez akarunk gyorsan oda szaladni. Valaki gyalog megy, valaki fut. Mi a különbség? Amikor valaki fut, ő már egy kicsit korábban mondtam is, akkor ő pár részletet ki fog hagyni. Kihagyja egy pár részletet. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon határozottan gyakorol Krishna tudatot, akkor valamiket lehet, hogy pár előírt dolgokat kihagyja. Itt erről van szó. És mi mindjárt ezeket megbeszéljünk, hogy mi kellett kihagyni. Még valaki mondja, na, akkor kezdjük a 4 szabálya. Ezt lehet kihagyni egy pár szabály belőle. Sisilasmini Szivadev Bhagavan Kijai. Először felolvasom az idézetet, ami a könyvből van, amit ír maga Visvanátha Csakravarti Thakur, ami oroszról magyarra olvasom. A futás csukott szemmel nem azt jelenti, hogy valaki fut és nem ismeri szentírásokat, srutikat, smritiket, ami igen, azért, mert ő, szóval az, aki fut, ő érti teljes mértékben minden írást, és aki futni csukott szemmel, ez azt jelenti, hogy ez nem jelenti, hogy tudatos hanyagolás, hogy valaki tudatosan próbál elhanyagolni valami részleteket odaadó szolgálatban, az sem jelenti, hogy elérjen a célt, hogy minél gyorsabban elérjen a célt, ami ezt nagyon sokszor lehet látni, hogy sokszor ember türelmes, sokszor írnak nekem is, hogy na mondd meg valami, mit csinálj, hogy olyan gyorsan elérjek a célt lelki gyakorlatban. Hát így nem lehet, van azért egy egészséges fejlődés. És utána azt mondja, ugyanakkor ez nem jelenti, hogy valaki elkezd futni csukott szemmel, hogy valaki gyakorol, 32 széva parádot fog elkövetni. Szóval nem ez jelenti. De akkor mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Rupa Goszvámi írt a odaadás nektárjába, vagy Baktéra Szemrita Szinduba a baktinak 64 angát, 64 gyakorlatot. És hogyha valaki nem nagyon határozottan megy Krishna iránt, és kihagyja, nem minden 64-et gyakorol, hanem csak 5-öt, mert azt mondta, van 5 a legfontosabb. Na ez azt jelenti kihagyni valamit, csukott szemmel futni, hogy kihagyni pár részletet, vagy valami, vagy
néha, amikor már a szabály a szabályért van, amikor elfelejt tenni Krisnát, szóval ez is egy ilyen futás, nem helyes futás, csukott szemmel. Szóval ez a futás, ez azt jelenti, hogy csukott szemmel, Krisna irány vagy, akkor én egy pár részletet kihagyom, de öt lelki legfőbb gyakorlatot azt mindig gyakorolok. Ki tudja mondani, mi az öt gyakorlat? Akár magyarul is. Jó. De úgy kezdődik ott. Szádu? Oké. Utána? Ha? Nama Kirtana. Utána? Bhagavata Shravana. Oké. Már mennyit raktunk össze? Háromat. Igen? Matura Vasa. És utána? Sri Murtiya Sarada Dana Sevana. Hát, hogyha ezeket nem tudjuk, akkor minek vagyunk itt? Ez csak öt dolog, ez nagyon fontos tudni minden baktának. Hogy ezt, mert jó, 64 angát nem tudjuk megegyezni, Kali Yuga-ba vagyunk, rövid a memória, és a többi, de ötöt az meg lehet csinálni. Meg lehet. Szóval ezt az ötöt lehet gyakorolni. Szóval megint, ha csukott szemmel, ez nem azt jelenti, hogy nem tudatos, hanem csukott szemmel, hogy én nagyon tudatos is vagyok a Krisna tudatban. És ezért most ki azt gondolja, hogy elérte már a Anatta Nivritti szintet, vagy a küszöböt legalább. Mi már beszéltünk múltkor, hogy mit jelent, hogy valaki Anatta Nivritti szintre került. Ki tudja mondani? Mi a különbség a Bhajana Kriya és Anatta Nivritti szint között? Raghuvara Prabhu? Hogy érezhetően legalább egy rossz tulajdonság, ami tisztában van, és látja, hogy az tisztul ki a szívéből, akkor már elindult. Szóval az a... Így majdnem jó. Igen? Mert csak másokban veszik észre, hogy nem magunkban. Így van, igen. Mert Bhajana Kriya, amikor én csak elkezdtem mantrázni, akkor elkezdek látni másokban a hibát. És amikor kezdek látni magamban a hibákat, na, akkor itt van az Anatta Nivritti. Oké, most megbeszéltünk, hogy lehet megállapítani, hogy én vagyok az Anatta Nivritti. De most akkor megbeszéljünk, mit kell csinálni Anatta Nivrittin, hogy gyorsan haladjon azon. Ez is fontos. Jó, elértem oda, mert látom, hogy tele vagyok belül tüskékkel, rossz tulajdonságokkal, anartákkal. Akkor az Anatta Nivritti gyakorlat szinten azt kell csinálni, hogy a gyakorlat legyen legtudatos. Szóval minél tudatosabb gyakorolunk az Anatta Nivritti szintet, annál gyorsabban haladunk. Ez nagyon fontos. Hogyha mi csak így gyakoroljunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon lassan haladunk. Hogyha elkezdjünk tudatosan, mindjárt ezt meg fogunk látni, akkor... Mert hogyha... Szóval magyarul mechanikus gyakorlat az Anatta Nivritti szinten a sértéseket fog tovább generálni. Szóval, hogyha mechanikusan gyakorolok, nem analizálok dolgokat, akkor nem változok, értitek? Én nem változok, mert csak megyek, és akkor nem veszem észre, mit csinálok, hogy másokat megbántottam, valakinek kényelmetlenséget okoztam, mert csak így megyek, mint egy elefánt a porcelánboltban.
Szóval automatikus, mechanikus az problémát fog okozni, akkor nem tisztul a szívem, az én gyakorlatom nem tisztul, és nem hozza eredményt. Ezért 20 év múlva, 30 év múlva valaki fog mondani, hogy ez a Krishna tudat nem működik, mert ezeket mind mesék, amit mondanak, hogy szeretet, meg szentnévnek az édessége, az még nincs. Igen, hát hogyha nem gyakoroltunk tudatosan, akkor nincs, mert nem értünk el semmit. Oké, akkor ez így megértettünk, ugye, hogy a titok, anartani vritti szinten, ez a tudatosság. Na most beszéljünk, hogy mit jelent a tudatosság. Van-e nektek satszoktok, hogy mit jelent a tudatos lenni az anartani vritti szinten? Az egyik, kettő dologból áll. Az egyik azt jelenti, hogy alázatos. Majd megbeszélünk, hogy mit jelent alázatos, kicsit később, hogy alázatos. A másik introspektív. Ez azt jelenti, hogy igen, belül... Befelé tekintő. Nagyon jó, köszönjük szépen. Igen, mindig nézek, vizsgálok magamat belül. Ez a tudatosság az anartani vritti szinten. Szóval baktának kell lenni alázatos tudatállapotban. Nagyon jól kell érteni, hogy mit jelent, hogy mananam. Mananam, mi ez a gondolkodás? Ez azt jelenti, hogy hogyan én belül fogok, befele nézek, és próbálok megérteni, mi van velem, nálam belül, és mi történik, hogyan reagálok a helyzetekre. És Sanatana Goswami, ő Brihad Bhagavatamrita-ba is ott nagyon sok részletes leírást adja, mit jelent, hogy alázatosság. És Krishna is mondja, hogy mit jelent az alázatosság, mert ez egy fontos dolog, hogy mit jelent alázatos. Például, hogyha valaki azt fog mondani, oda jön hozzánk és mondja, ó, olyan elesett vagyok, én ilyen rossz vagyok, én olyan vagyok, én ezt csináltam, ó, én nem vagyok semmire képes, valakit megkérünk, énekel, ó, nem énekel, mert büszke leszek. Mit jelent egy alázatosság? És na, ez egy fontos pont. Mert valaki, igen, nem énekel, például, hogyha valakit megkérnek, ez csak egy példát mondom, sok minden másban, hát ki vagyok én, hogy csináljak ezt. És akkor ez egy alázatosság. Nem. Alázatosság az sokkal több, mint csak, hogy én senki vagyok. Bhagavad Gita-ban, a 13. fejezetben, 8-12 versekben Krishna valamiről tanítja Arjunát, ahol kezdi az alázatossággal. Amanitam, adambitvam, felsorolja, igen, tulajdonságokat, amit azt, és tanítja a tudásra. Azt mondja, hogy mit jelent a tudás? És mondja, szóval alázatos, igazi alázatos, aki tudással rendelkezik. Aki tudással rendelkezik, az lesz az alázatos, természetesen. És ezt többször Krishna mondja. Bhagavad Gita-ban, 5. fejezetben is mondja a tanult brámanakról, ugye 18. vers. Vidya, akik tudják, mondja, vidya, tudósok. Vinája, rögtön mondja, alázatosok. Vidya vinája szempane, bragmáne gávi hasztene, sunicsa vása apakicsa, pandita szamadársana. Szóval az az alázatosság, ez egy tudásnak eredménye. Miért? Miért? Hogy most próbáljunk ezt így együtt, vicsár, ez azt jelenti, megérteni. Miért
Mert én is egyszer így megdöbbentem, mikor 13. fejezetben ezt a verset olvastam, hogy most elmondom, mi a tudás. És akkor általában nekik, mikor megmondja nekünk, hogy mi a tudás, akkor megmondják, hát aki tudja a Petőfinek összes verset, aki levizsgált a doktorira, akkor PhD, meg ezt, meg olyan, meg professzor, az tudás. És Krishna nem erről beszél. Aki a Bhagavad Gita-t, Brahman Samhita-t megtanulta, és már tudja reggeltől estig, hogy kell pugyát csinálni, meg nem tudom, egyáltalán nem erről beszél Krishna, hanem a tudás, igazi tudás formatálja embernek a viselkedését, a jellemet, a karaktert. Szóval aki tényleg tudással rendelkezik, az abból lehet látni, hogy hogyan viselkedik. Azért Arjuna is kérdezte elején, hogy hogyan ül, hogyan beszél, hogyan jár egy ilyen személy. Szóval hogyan lett külső, szóval külső tulajdonságok, és ezért alázatos az, aki tudással rendelkezik. És na most akkor a mi helyzetben nézünk, hogy mit jelent, hogy alázatos anartani vritti szinten valaki, miről kell tudnia neki. Arról kell tudni, hogy alapban én nem lehet, hogy például, hogy lehet, hogy valaki tud jól énekelni, vagy táncolni, vagy játszani, vagy bármi jót csinálni. De ő sosem magának nem tulajdonítja ezt. Mert azt mondja, hogyha nem lenne lelkitanító mesterem, nem lenne Krishna tudat, ezeket kivonjunk, na akkor az vagyok én. Semki. Én csak azért van valami, amit Krishnától kaptam valamit, és ezt szolgálatra használok, de ez nem az én eredményem. Szóval ez egy fontos megértés, hogy én alázatos vagyok. Nem tulajdonítom magamnak, mert még egy másik szempont az alázatosságnak, hogy én megfigyelő vagyok. Szóval az egyik, hogy jó, örültem, hogy tudtam szolgálni, de most például valaki megint, hogy most éneklés, vagy főzött finomat, vagy bármi, annyi sokat tudjunk örömet okozni más baktáknak, de utána tudjunk egy hónapig járni így, hogy emlékeztetek, hogy azért nem csináltam valami nektek. Tudom, én képes vagyok. Alázatos bakta, ő nem tulajdonítja magának, örült, hogy bakták elégedettek, akkor tudok fejlődni, de ez nem az én érdemem. A másik alázatosságnak, a tudatosságnak és alázatosságnak a anartani vrittin tulajdonság, hogy én nem vagyok cselekvő. Én tudom, hogy itt vannak a kötőerők. Mert mi az, aki büszke? Krishna Bhagavad Gita 3. fejezetben erről beszél. 27. vers. Azt mondja, prakriti kriya manani, gunai karmani szarvasa, ahankara vimudhatma, karta aham. Szóval az az ember, aki büszke, ahankar, Sisirad Hashem a Sundar ki jaj. Ő azt mondja, hogy karta, aham, karta az azt jelenti, hogy cselekő. Én vagyok a cselekő. Az alázatos ember tudja, hogy itt van a kötőerők, és én meg az, amikor beszéltünk, hogy mondta Rajeshwari Mataji, milyen vagyok belül? Befelé tekintő. Befelé tekintő. És a befelé tekintő például, nézzük meg gyakorlatilag, ez mi tört, hogyan. Szólt nekünk valaki, egy balta, nyersen szólt hozzánk valaki. Csinál meg, hogy hol van. Se kedves Prabhu, se kedves Mataji, csak egy szólt. És akkor az, aki nem befele tekintő, az rögtön mondja, mi, nem látod, hogy ki vagy te, hogy nekem beszélsz, vagy
nem látod én nagyon fontos dolgokat csinálni, akkor elkezd reagálni nagyon negatívan, sértő lesz. A befele tekintő, a lázatos bakta, ő is fog érezni, hogy hopsz, feljutna elő, és ugye az a düh. Ő észreveszi, de nem adja menetet, mondja, aha, itt van. Na, akkor most kiengedem, akkor nem. Akkor ugyanolyan vagyok, amilyen voltam idáig. És akkor észreveszi. És akkor mondja, nem reagálok így, ahogy érzem a késztetést. Aha, na ez a önmagában tekintő, amikor nem rögtön reagál a helyzetekre, hanem magában belül észreveszi ezeket, dolgokat, és akkor mondja, jó, hát most sásztrat ismerem, és tudom, sásztra szerint nem így reagál egy bakta. Akkor nem így, nem fogok a késztetés szerint reagálni, és ez az anartha nivritti. Ha nekem van késztetésem, ugyanúgy reagálni keményen, meg udvariatlanul, meg büszkén, meg bárhogy, dühösen, az ott van. De mivel ő akar fejlődni és tisztulni, és ő akar megszabadulni az anartáktól, én nagyon figyel belül, mikor jönnek fel ezek, és akkor nem engedi. Szóval ez az anartha nivritti szint. Ez úgy működnek a dolgok az anartáról. Másképp a hankara, mert hogyha én próbálok itt, te most mit szólsz, most nem, én nem akarok, hogy így legyen. Miért pont te? Miért nem én? Miért? Amikor én, Jászsi Lakshmi Szolnai Bhagavan Kijai, akkor én megint én vagyok a cselekvő, én itt akarok kontrollálni mindent, akkor itt lesz a sértő. De a befele tekintő bakta látja, igen, a kötörök már mennek, már bennem is fordulok, de nem engedem. Szóval én figyelek. Én próbálok figyelni, és nagyon objektíven vizsgálom most, mi történt. És csak látom, igen, ez csak az én egómból én is így felfúrt a vízem, de bakta nem így reagál. Először, hát lehet, hogy megérdemelek, most miért ez a bakta? Hát ő csak egy eszköz, Krisna engem tisztítja, biztos észrevette bennem ezt a szálkát, lehet, hogy gerendát, és azért most felkavarta bennem, és akkor most, hogyha kiadom, akkor megbuktam a vizsgát. Hogyha feldolgozom, akkor lehet, hogy megtanultam a vizsgát. Szóval ez egy nagyon hasznos dolgok. Szóval ez az alázatosság. És hogyha valaki, biztos voltatok ebbe, biztos sok bakta rájött, hogy így kell csinálni, csak hogyha mi ezeket megtanuljunk, akkor meg vagyunk győződve, ha jól csináltunk. Mert sok bakta kitapasztalja, de azért jó, azért kell tanulni sásztrát, hogy tudjunk, hogy igen, ez a helyes, ez egy jó. Mert mikor nem tudjunk biztosra, akkor egyszer így csináljunk, egyszer úgy csináljunk, mert nem tudjuk, hogy ott pont hogy kell csinálni. De ha megtanulunk, akkor mit tudjuk? Nem, itt így és így is így kell viselkedni, így kell reagálni, így kell gondolkodni, és így tovább. És ez a pozíció, ez stabil. Itt sose lesz probléma. Még, sőt, a mások is közöttünk, körülöttünk megváltoznak, hogyha mi így élünk az életet, így gyakorolunk, hogy megfigyelők vagyunk, és befele tekintők vagyunk. A másik, hogy ilyen esetben a bhakti nagyon hatalmas lesz. Akkor tisztul az ő odaadó szolgálata is. Hogyha én befele dolgozok, akkor nagyon, nagyon erős lesz a bhaktim, és nagyon gyorsan tisztul. De az az ember, aki büszke, hogy beszéltük, hogy alázatos, akkor ő megfigyelő. De a büszke ember is megfigyelő, ő is figyel. Az alázatos bakta figyel hibákat maga belül, a büszke ember is figyel hibákat másokban. Hogy mondják, hogy másoknak szembe szálkát látott, a maga a saját szemedben gerendát nem láttad.
Igen. Akkor ő nagyon figyelmes. Na, és tudtam, hogy ő ez lesz. Hát igen, és ő ilyen, és az milyen, és ő olyan, és ez ilyen. Ez amikor valaki abba a büszke ember, amikor figyelmes másoknak a hibákon. Jó, akkor még egyszer. Itt vagyunk, a Anartha-nivritti szinten. Legjobb gyakorlat, hogy túl gyorsan túlhaladjunk ez a tudatosság. A tudatosságnak a alázatosság. Mit jelent, a tudatos lenne alázatos? És a másik? Befele? Tekintő. Tekintély. Igen, ez a kettő. Önvizsgálat. Igen, proaktív, hogyha már ilyen trendi szavakat használunk, lehet mondani. Mert a büszke ember reaktív, a alázatos ember proaktív. Hogyha egy kicsit itt vagyunk, akkor még érdekes, hogy ki az erősebb. Mi könnyebb, amikor valaki minket megszúrja, megcsíp, visszaszólni, helyreállítani, vagy megköszönni? Mi könnyebb? Úgy visszaszólni, hogy emeljen a kedve neki, máskor még hozzám szólni, vagy közelíteni. Igen, az sokkal könnyebb. És ahhoz, hogy a megfelelően reagáljak, az nehezebb, ehhez kell erő. Ezért az alázatos bhakta az erős. Amikor valaki robban, az gyenge. Mi az a különbség az alázatos és büszke között, az gyenge és az erőség között? Az, hogy a büszkének nincs szabad akarata. Mert jön egy inger, és ő nem tud már dönteni semmit, csak reagál, ami jön. Az alázatos, lehet ő is érzi inger, hú, itt most nekem fáj, amit nekem szóltak, és lehet, hogy feljön a düh, de neki van szabadsága dönteni, nem fogok így reagálni, ahogy én érzem, mert ez az én karmám, szamszkárok késztetnek engem így reagálni. Nem engedem így reagálni magamnak, hanem így fogok reagálni, mert bhakta így reagál. Na, ez szabadság. Ez szabad valaki. A saját anarták uralkodik anartákon, neki van belső szabadsága, és van döntés képessége, és ez egy erő. Mert igen. Ezért például erős bhakta sosem mondja, hogy kibuktam. Nem mondja, erős bhakta nem mondja, hogy kibuktam. Mert van neki, miért? Mert az, hogy én kibukok, vagy nem bukok ki, ez az én döntésem. Senki. Ez nem valaki döntött helyettem, és én kibuktam. Hogyha van belső szabadságom, akkor én fogok dönteni, hogy most akarok kibukni, mert fáj, érzem, mert érzelmi lények vagyunk, de nem fogok. Na ez a szabadság, ez az erő. És az alázatos bhakta nagyon erős. Mert sokszor mondják, ó, alázatos, mert menekül, mert gyengeség, ez a gyengeség, menekül a nehézségtől. Nem, egy alázatos nagyon erős. Nem terveztem olyan sokat erről beszélni, de fontos téma. Szóval, hogyha valaki tanulmányozza, még egyszer, az Anartha-nivritti miért jó? Miért fontos? Mert Anartha-nivritti, hogyha mi tanuljunk az egész micsoda, és megtanuljunk gyakorolni, akkor megtanuljunk tudatosabbá válni. Ezért jó az Anartha-nivritti, hogy valaki ez a szint kényszeríti egy szempontból, vagy segíti baktának megtanulni tudatosan gyakorolni Krisna tudatot. Mert csak utána, amikor tudatos lesz, lesznek élmények. Mert ha nem tudatos vagy, nem lesz lelki élményed. Ezért
ez a szint, ez nagyon fontos, hogy ember igazán tudatos legyen. Oké. Most pár ilyen rövidet mondom még. Sanatana Goswamit, ő meghatározza, mit jelent, hogy alázatosság. Beszél erről a Brihad Bhagavatamritában. Ő mondja, hogy annak ellenére, hogy bhakta lehet, hogy rendelkezik a legjobb, rendkívül jó tulajdonságokkal, sose gondolja magáról, hogy én vagyok rendkívüli. Ő nem gondolja. Hogyan gyakorlatban ez nyilvánul meg? Hogyan külsőleg megnyilvánul a viselkedésben, hogyha tényleg bhakta nagyon képesített valamiben, ügyesen csinál valamit. Ez úgy nyilvánul meg, hogy ő nem várja el semmi magának, hogy mikor nekem most ezért jár valami privilégiumok, most így máshogyan kell engem látni, én most idős bhakta vagyok, akkor jár nekem tisztelet. Milyen vagyok? Mert sokszor ez így hallom idős baktáktól, hogy hát ezek a fiatalok mai nap nem tudnak tisztelni időseket. Vagy ilyeneket. Ez nem jelenti, hogy fiataloknak nem kell tisztelni időseket, de egy idős bakta nem kell, hogy elvárjan, mert attól megy idősebb. De ez még nem tulajdonság. Ez csak korral járó dolog. De amikor valaki valamiben tényleg valami rendkívüli jó, akkor ő sose gondolja, hogy én most ebben különleges vagyok, és most ezért valahogy máshogyan kell hozzám állni. Én emlékszem, mikor még most is ezen a szinten vagyunk, de régen emlékszem, mikor tudatos voltam. 15-20 év ezelőtt, akkor olvastam, nagyon jó, igen, japáztam, és akkor így jó ment minden. Valahogy így, nem tudom, mi felépültem az elmébe, hogy mennyire, milyen, és akkor így mész bakták között, és akkor valaki nem így nézed rá, akkor te kibogsz, hogy miért nem vesz észre, itt van egy komoly tiszta bakta mellette, vagy valami, vagy fejlett, vagy mit tudom én. Szóval ez ilyen nonsenszek, szóval amikor valaki próbál valamit elvárni. Szóval alázatosban ez nincsen, ez a lényeg. Jó, oké, még egy pár dolgot elmondom. Még egy pár, Sanatana Goswamit még egyet idézek Brihad Bhagavatamritából, mert ez is mit jelent, hogy miért fontos alázatosság a bhakti jogába. Ez nagyon-nagyon fontos tulajdonság. Ugyanúgy, mint a karma labirintus eltévedésében a főszerepet játszik a tudatlanság. A tudatlanság miatt minden problémába kerül ember, ugye a vidya, ez a tudatlanság, abból lesz aszmita, hamis ego, ragad vésa, szóval kell szenvedni, és minden. Ez a gyökere az anyagi létnek, és ahhoz, hogy annak, hogy ember eltéved, ez a gyökere, ez a tudatlanság. A baktiba a gyökere az alázatosság. Mert alázatosság táplálja a baktit. És ezt mondja, ez nem én mondom, ez mondja Sanatana Goswami, következőt mond. Olyan bhakta, aki megértette, hogy a bhakti, hogy az alázatosság táplálni és erősíteni fog az ő bhaktit, akkor ő nagyon-nagyon figyelmes lesz a saját, mihez figyelmes lesz. Mert akarja tényleg egészségesen alázatos lenni, akkor nagyon figyelmes lesz a saját beszédhez, hogy hogyan beszélek másokkal, hogyan viselkedek, és hogyan gondolkodok. Mert ő tudja, hogy ezekre figyelek, akkor
erősebb lesz a bhakti. Ezt mondja Sanatan Goswami. Ezért ő törekszik összpontosítani a tudatot ezen a három dolgon. És minden, ami zavarna a bhaktiját, akkor ő ezt próbál elkerülni. Szóval ez a igazi gyakorlat az Anartha Nivritti szinten is, de ezt tovább is meg kell őrizni. Jó, a végső utolsó pár pont, amit gondoltam még alázatosságról beszélni, ez a alázatosság három szinten, vagy három szintű baktáknál háromféleképpen nyilvánul meg. Milyen három szintű baktákat ismerünk? Kanishtalan, Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. Igen. Akkor a Kanishta Adhikárinál mi az alázatosság? Nála hogy nyilvánul meg? Úgy nyilvánul meg, hogy az én elképzelésem mi a jó, mi a, mert mi nekünk van igazság, szeretők vagyunk, ugye sokszor. Hát alázatos Kanishta, hogy velem valaki igazságtalan, miért ez velem csinálnak, miért ez igazságtalan velem, szóval ez nem alázatos. Az alázatos tudja, hogy az én elképzelésem mi jó, mi a rossz, nem annyira fontos. Az én igazságom nem annyira fontos. Hát mert az én igazságom engem ehhez vezetett, a karma labirintusba, vagy el vagyok tévedve. Hanem fontos az én lelki tanító mesteremnek az igazsága. Hát ő mit mond? Én vagyok az ő szolgája, és nekem kell törekedni, gyakorolni azt, amit ő kér tőlem. Szóval más szóval, hogy a kanista szinten alázatosság, ez határozott lenni. Hogy ő akar valamit, de mondja, Prabhu, most akkor ezt kell csinálni. Oké, jó, megyek. De hát nem, de hát mondtad, hogy ezt csinálják, hát most mi nem értem, miért most mondasz mást. Ez igazságtalan. Ez alázatos kanista, mondja, oké, köszönöm, akkor megyünk oda, akkor menjünk oda, akkor csináljunk. Nagyon fontos, mert ez a saját elképzelés, hogy az igazság, meg minden, én szeretem az igazságot, az nem annyira kedvező. Madhyama szinten. Madhyama Adhikárinak az alázatossága, ez az, hogy ő készen áll mindig, hogy tiszteletet adjon mindenki irányt, és nem várja el maga irányt tiszteletet. Ez a Madhyama, ez más. És Uttama Adhikári, Rajeshwari Mataji, mit gondolja? Igen. Mindenki jobb nálam. Ez ugyanaz. Hogy én vagyok mindenkinek a szolgája. Egyszer Amerikában Srila Prabhupád tartotta a leckét. És akkor beszélt lelki tanítőmesterről. A lelki tanítványoknak kell szolgálni a lelki tanítőmestert. Kell adni a legjobbat neki. Adni a legjobb asanát, viaszaszánt. Legjobb autót, mert a lelki tanítőmester úgy kell szolgálni, imádni, mint Istent, mert ő Isten képviselő, és akkor így beszél. És valaki volt egy érdeklődő, vagy vendég, az kibukott. És akkor felállt, és mondja, jó, igen, és te ki vagy? Prabhupádnak mondta. Te ki vagy? Minden gondolsz magadat? És a Prabhupád ilyen alázatosan, hát én pedig mindenkinek vagyok a szolgája. És akkor ember megnyugodott. Igen, ez az utána. Jó, ezek a fontos lépések, amit ma tanultunk. Még idáig már megtanultunk, hogy mit a hit, mit jelent a hit, hogy emlékeztek, már ma már hatodik előadásunk van, tanultunk a bhajana kriyáról,
hogy mi az igazi bhajana kriya. Most akkor elértünk az anartha nivritit is, ezt tanultunk, mint a bűnt, az anartákat múltkor, két héten ezelőtt, és ma beszéltünk, hogy hogy lehet igazán gyakorolni anartha nivriti szintet. És arról is beszéltünk, hogyha nem, nincs tudás, hogy mi az, csak menjünk, csak gyakorolni kell Hare Krishna is kész, hogy akkor nem tudjuk fejlődni, mert akkor kísértéseket követjünk el. Szóval a tudás fontos. A baktét gyakorolni tudás nélkül, akkor minek vannak könyvek? Akkor nem értek volna könyveket. És szóval ez egy jó lelkesítő dolgok, legalább nekem. Nekem nagyon tetszik. Tényleg izgalmas lelki út, amikor van ilyen jó kis acsáriaktól, a mi lelki tanítómestereinktől tanítások. Rendben. Kérdések? Igen? Köszönjük szépen a szép beszéd, és nekem nagyon lelkesítő, hogy mindig olyan pozitívan is minden előadni, még amilyen vannak negatív aspektusai, nem hangsúlyozott, tehát ebben nagyon önfelelően mindig nagyon szép. De most én még az ördögi gyűlő vagyok, amit mondok, hogy erről az anartha nivritről, ugye különböző lelki tanítómesterek különböző oldalról világítják meg, és általában azt hallja az ember, meg hát tapasztalja a szerencsés, hogy hát nagyon nehéz. Szokták mondani, hogy az anartha nivriti a bátrak sportja. Jó. Milyen, hogy? A bátrak sportja. Ó. Akkor Ulvi Lamatacsi mondja, hogy jaj, azon gyorsan kurcán elmenni, az nagyon szörnyű. És akkor te meg olyan nagyon pozitívan mondod, ami nyilván szintén igaz, hogy ó, milyen jó, tudatosak vagyunk, és akkor vizsgálódunk, hogy ez van. De valójában, mikor például mondod azt a példát, hogy valaki csúnyán szól hozzánk, és mi a könnyek, hogy visszaszorulni, vagy pedig kontrolláljuk, akkor az a düh egy pillanat alatt elönti az embert, hogy szoktam mondani már rá, és mint egy ilyen atomrobbantás, hogy volt egy atom, és olyan egyszerre 10 millió, és akkor ha elmulasztja valaki azt a pillanatot, amikor ezt kontrollálja, akkor már kész, hogy dühös. De akkor nem vizsgálódott, és nem lett teljes, hogy nem lesz-e ebből, mondjuk valaki megtanulja, hogy elfolytja a dühöt, vagy nem mutatja, de ha meg elfolytja a dühöt, és tudatos róla, de elfolytja, hogy akkor az hogy van, hogy szabadul meg ettől a dühtől, hogy ne legyen romboló, se kifele, se befelé. Nagyon jó kérdés. Hát aki elfújtja magába a dühöt, akkor ő nem volt tudatos. Ő csak tudja, hogy hát jobb csendben maradni, jobban járok. Az nem volt, az csak... De tudatos, ő tudja, hogy ő tudja feldolgozni, most mi történt velem, igazából meg is érdemelek, hogy így csinálnak velem. Szóval ő feldolgozza ezt a dühöt, megemészti magába. A saját megértésével, amikor vizsgálja a szituációt, a helyzetet, és azáltal megérti, igen, itt nincs is hely dühnek. Ez csak az én büszkeségem, hamiségom reakció volt, amit jó, hogy nem is engedtem, mert most csak megbántottam volna a baktát. Akkor nincs elfojtva. És ez a szabadság. Mert ez is egy fokozat, mikor csak valaki elfolytja, legalább nem engedi kifele, ez is egy jó dolog, már, mint csak, hogy rögtön robbanni kifele, de következő fokozat, amikor meg is érti, és akkor nem marad a dühből semmi. És akkor nincs harag a baktára utána, mert düh, ha marad, akkor lehet, hogy nem adtam ki, nem haragszok, de nem felejtek. Ez azt jelenti, hogy nem értettem. De amikor elfelejtek, meg nem is haragszok, és nem felejtek, akkor én feldolgoztam, akkor nincs ott a düh. Akkor nem lesz olyan, hogy valamikor ki fog robbanni, mert nincs mint mindenki robbanjon. Szóval ez a fontos. A másik, hogy amit megjegyeztél,
hogy mesélek, hogy izgalmasnak ezt a bhakta manartani vritit. Igen, mert ez egy nagy, hogyha mi úgy gondoljuk, gyorsan át kell ugrani, de nem tudjunk gyorsan átugrani, annyit tudjunk, amennyit kell átmenni. Szóval mindenkinek kicsit másabb lesz. Nem lehet csak úgy, hogy nagyon gyorsan, ez azt jelenti, hogy nem is tanul, nem foglalkozunk túl sokat ezzel anartani ritivel. Ez nem helyes. Minél jobban foglalkozunk, annál sikeresebb leszünk, és hogyha mi így pozitívan állunk, akkor mi az anartin nevritibe egyfolytában sikerélményt tudunk aratni. Na, akkor most sikerült ezt elérném, most sikerült az, és ezt minket erősíti, adja önbizalmat bhakti jogába, adja erőt, adja a becsületet. Láttunk, hogy hogy működik a Krishna tudat, mikor mi ezt tudatosan csinálunk. Szóval csomó pozitív, az anartha nevrit, ez csak pozitív. Itt nem lehet negatív. Mert annyira izgalmas, annyira jó. Na, azt is tanultam, ó, ezt nem tudtam, akkor most így csinálom. Fú, ez most sikerült, de jó. Hú, ez is így, milyen jó, hogy mikor most így befele figyelek magamban, sokkal izgalmasabb, mint a mechanikusoknak csinálok. Ez mind sikerélmények. Sisi Radhásama Sundar Kijai. Mert mikor, ahogy beszéltük, hogy én megtanulom magamban befele figyelni, akkor én megtanulok tudatos lenni. És erre szükségem lesz, mert tudatos nélkül nem leszek a nista szinten, mert a nista szint az tudatosság. És ha nem tanulok meg anartha nivritin tudatos lenni, addig sose vagyok, nincs belépés az a nista szintre. Ez egy teljesen pozitív, nagyon jó. Az anartha nivriti, hát mindegyik jó. Most én ameddig itt tanultam, amit meséltem nektek, és tanultam, az mindegyik tetsz. A sráda, hogy mit jelent, hogy hitlen, hit, ugye, hogy ez is ilyen érdekel, hogy hit, ez azt jelenti, hogy bizalom a Szentírásba, és abba, hogy tennem kell valamit, máshogyan kell élni. Na ez az hit, ez a bizalom, ez is egy izgalmas. Ezért a bhakti út, ez a legkalandosabb, és legizgalmasabb, és örömmel teli út. És anartha nivriti ugyanúgy örömmel teli út, hogyha tudatosan csináljuk. Hogyha nem, akkor csak szenvedjünk. Jó? Válaszoltam? Oké. Rendben, szerintem már elég, mert Rádisám már mindjárt fekszik, és majd máskor lehet kérdezni. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor Hare Krishna.